Február 1-én Rómában Vörös Győző magyar ókorkutató professzor kettős kitüntetésben részesült. Az akadémikus a kancellária palotában vehette át a pápai akadémiák díját és a Ferenc pápa által adományozott pápai aranyérmet. A 11 pápai akadémia részvételével megtartott ünnepi ülést ez alkalommal a Pápai Római Régészeti Akadémia és a Vértanúk Tiszteletének Pápai Akadémiája szervezte, melynek keretében a 200 éve született nagy régészre Giovanni Battista de Rossira emlékezte, aki a 19. században feltárta a katakombákat. Ferenc pápa most második alkalommal adta ki ezt a nagyon ritka, vagy talán legritkább pápai kitüntetést. Az első díjazottja Ennio Morricone volt, az egyetlen zeneszerző, aki megkapta az életmű Oscar díjat is, mint zeneszerző. Tehát most a pápasága 9. évében a második díjazottja lehetek így pápai aranyérmesként. A 25. nyilvános ülés alkalmából Ferenc pápa küldött levelet Gianfranco Ravasi bíborosnak, a Kultúra pápai tanácsa és a pápai akadémiák koordinációs tanácsa elnökének. A Szent Atya levélben hangsúlyozta, hogy a találkozó alapvető fontosságú az akadémiák közötti párbeszéd és a különböző kulturális és szakmai területen kiemelkedő fiatal tehetségek elismerése szempontjából. Írásos köszöntőjének végén elmondta, hogy szeretné bátorítani azokat, akik Giovanni Battista di Rossi nyomán nagy elkötelezettséggel és lelkesedéssel szentelik magukat a régészeti kutatásoknak, valamint a szentek és a szentség hírében elhunytak életének kutatásával foglalkozó tanulmányoknak. Ezért nagy örömmel adományozza a pápai aranyérmet a Magyar Művészeti Akadémia tagja, Vörös Győző professzor által vezetett Mágheruszi régészeti ásatások című kutatásnak, melynek eredményeit a tudós a holtengerre néző jordániai fellegváról szóló három monumentális kötetben gyűjtötte össze. Vörös Győző archeológus pápai kitüntetése hatalmas öröm és dicsőség, azt hiszem az egész magyar kutatás számára. Tudjuk azt, hogy magyar akadémiai részvétel és jordán királyi akadémiai részvétel mellett történtek éveken keresztül az ásatások és a kutatások Mágheruszi vára körül. Ez az a vár, amelyet említenek az első századi szerzők meg az ókeresztény írók. Ez az a hely, ahol keresztelő Szent Jánost fogva tartották, majd lefejezték. De eddig csak irodalmi emlékeink voltak róla, most pedig fizikai valóságában is megismerhettük. Azt hiszem, hogy a magyar archeológiának és a magyar kutatásnak egy nagy nemzetközi elismerése volt a mai nap. Igazán hálásak vagyunk Ferenc pápának ezért a figyelméért. A pápai akadémiák díját, amit 25 alkalommal adtak ki eddig, első magyarként vehette át, míg a pápaság aranyérmét a hozzá kapcsolódó pápai oklevéllel második magyarként kaphatta meg Vörös Győző.